Sziasztok! Ebben a videóban egy Linux napelemes ablakozatot mutatunk felszerelni. Lássuk is, hogy mi van a dobozban. Kint a doboz, rögtön van egy kisebb. Ebben van a ablakmozgató motornak a távirányítója. Ez már gyárilag rá van programozva a motorra, úgyhogy ezzel túl sok dolgunk nem lesz, de egyelőre ezt felrakhatjuk. Továbbá találunk még benne egy vasalatrugót. Ezt azért adja a gyártó, mert vannak a tetőtéri ablakok méretüktől súlyokból adódóan, de már erősített rugó van, hogy meg tudjon állni az ablak abban a pozícióban szeretnénk, viszont ha motorosan szeretnénk nyitni csukni az ablakot, akkor ezt ki kell cserélni egy gyengébb rugóra, hogy a motor ne erőlködjön. Ebből a 10 zacskóban pedig a maga felszereléshez szükséges alkatrészek vannak. Kapunk hozzá egy beépítési mutatót. Magát a napelempanelt, ezt majd fel kell rakni az ablak tetejére, ez fogja tölteni a akkumulátort, ami mozgatja majd a motort. És természetesen magát az ablak húzgató motort is megtaláljuk a dobozban. Jó, és akkor nézzük akkor, hogy milyen szerszámok kellenek a beépítéshez. Két oldalas ragasztóval ide ragasztottuk, és akkor most felrakjuk a napelempanelt is. Becsatlakoztatjuk a csatlakozókat, ugye nem nagyon tudjuk elrontani, mert egyikben kettő van, a másikban három, tehát viszonylag bolond biztos megoldás. Oldalán van a lukot, vezetjük ki a kábelt. Jó, és ezzel meg vagyunk, akkor felszereljük a zár ellen oldal helyére a motort. Jó, ha ezzel megvagyunk, akkor még szépen eligazítjuk itt a maradék kábeleket. Illetve aktiváljuk a napelemet, tehát ezt a csatlakozót itt még összedugjuk. Az imént leszereltem a zárnak az ellenoldalát, és a helyére felszereltük magát a motort. Most pedig a ablakszárnyra kell felszerelnünk a motorlánc fogadó részeit. Jó, mutatom. Fontos még, hogy GZL, GLL, GLU ablakoknál a gyári bekészített csavarokat ki kell cserélnünk egy rövidebb csavarokra, különben ki fog jönni a kilincsen. Thank you.
rendben felszereltük a ellenoldalt is. A Velux motoros ablakban az a jó, amikor a motornak a lánca fel van húzva, tehát nem van csukva az ablak, akkor ugyanúgy tud működni manuális működtetésre is letöltjük egy ablakon, mintha nem lenne motoros. Na de, felszereltük a motort, aktivizáltuk a panelt, kihúzzuk a elem közül a távtartót, és ha minden jól csináltunk, akkor egy le gombra megmozdult a motor, utána pedig egy stop, le parancsán nyitjuk a ablakot. Ennyire nyitja ki az ablakot a motor, látszik rajta a lánc, egyébként pedig bárhol megállítható. A középső gomba nyomásával. Jó, ezt a távirányítót bárhova a falra, ahova nekünk szimpatikus, el tudjuk könnyedén szerelni, és akkor nem kell keresgélni. Jó, amennyiben Velux tetőtéri ablakotok van, és szeretnétek ti is motorizálni, akkor keressétek fel a www.tetőablak.hu weboldalt, és ott megtaláltok minket, és tudunk benne segíteni. Sziasztok!